A tavalyi volt az első év, amikor a gépjármű adóból befolyó összegek már nem az önkormányzatok számláira futottak be. Ez több 10 vagy 100 milliós kiesést jelentett a településeknek. Az adóztatási feladatokat idén már a NAV látja el, így az érintettek az adóhatóságtól fogják hamarosan megkapni a befizetésről szóló tájékoztatást és a szükséges csekkeket. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű üzemben tartó fog tájékoztatást kapni arról, hogy a gépjármű adó befizetési kötelezettségét az idén hogyan teljesítheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Nagyon fontos megvárni ezt a tájékoztató levelet, hiszen ebben értesítjük a gépjármű üzemben tartókat, hogy az első befizetési részletet április 15-éig teljesíthetik a 410-es adónemhez tartozó NAV belföldi gépjármű adó bevételi számlára. A gépjárműadót befizethetik természetesen utalással, illetve a tájékoztató levélben található csekken keresztül is, vagy az ügyfélszolgálaton személyesen, akár bankkártyával is teljesíthetik ezt a befizetési kötelezettséget. A határidő tehát a korábbi években megszokott március 15-e helyett egy hónappal később esedékes, míg a második részletet szeptember 15-éig kell majd rendezni. Fontos, hogy utalás esetén a közlemény rovatban mindenképpen tüntessük fel a jármű rendszámát, valamint a saját adóazonosító jelünket vagy adószámunkat. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késve tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. A változás egyébként plusz teendőt nem jelent az érintetteknek. Gépjármű üzemben tartók szempontjából nincs változás a befizetést illetően, hiszen annyi különbség van csak, hogy most már a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell teljesíteni ezt a kötelezettséget. Azok ne várjanak levelet a hivataltól, akiknek 2020. december 31-én meglévő adómentességük vagy szüneteltetésük volt. Ezt a kérelmet újra nem kell bejelenteniük a NAV-nak, hiszen az önkormányzatok átadták a szükséges adatokat a hivatalnak. Emellett az év vége óta keletkezett mentességek nyilvántartásba vételéről sem küld határozatot az adóhatóság.